Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, és itt ugyanígy az MSZP elnökségi tagját, Bárány Balázst, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Megnézte, meghallgatta az előző beszélgetést a miniszterrel. Nem tudom, hogy Balogh miniszter úr szavaira akar-e reagálni. Így, hogy már nincs itt óvatosan. Hát csak is, persze, mert nem tud válaszolni. Két érzelem kavarodik bennem, amikor a miniszter urat figyeltem itt a sarokból. Az egyik az a sajnálat, a másik pedig a düh. Miért sajnálja? Megmondom őszintén, azért sajnálom, mert itt ül egy ember, aki valószínűleg nem felel minden rosszért, ami ebben az országban van, de 20 percen keresztül próbálja magyarázni és védeni a magyarázhatatlant és a védhetetlent. És egész egyszerűen ez bennem sajnálatot ébreszt. Na de mondom, a dolognak a másik oldal az a düh. Szerintem ezt nem így éli meg. Tehát elsorolt egy csomó dolgot, ami valóban elismerésre méltó, tehát mit tudom, a vidéki kórházak felújítása tényszerű. Nézzük majd vissza ezt az interjút, szerintem ő nyilván ezt érzi fontosnak, és sokkal kevésbé az, hogy a budapesti intézmények hogy rohadtak le. Na jó, csak közben a kormány egyik legfontosabb miniszteréről beszélünk. Olyan területek tartoznak hozzá, az egészségügy, amit itt átbeszéltek, oktatás, a szociális kérdésekről, most ebben az interjúban nem is esett szó. Azt látjuk, hogy az ő területei, azok, hogy is mondjam, hát nem prosperálnak annyira. Úgyhogy annál ő azért sokkal többet tehetne ezért az országért, meg ennek az országnak a jövőért, mint amit ő tesz, egy hatalmas nagy többsége rendelkező kormány, mondom, egyik legfontosabb miniszter. Legyünk óvatosak, hisz nincs itt. Tehát erről már nem fog tudni reagálni. Azt hittem, hogy van valami konkrét, amiben vitája van, azért kérdeztem vissza, mert úgy értékeltem. Mit szól ahhoz, hogy 450 milliárdot csatornáztak eddig a sportba, nem máshova a sportba? Mint egy falat kenyér. Szabad tündétől tudjuk, hogy ez mennyire jó, és hogy az adókulcsmódosítások egyáltalán nem fogják ezt befolyásolni, megy ez így tovább. Igen, most azt nem tudom, hogy ez a TAO-n kívül benne vannak a stadionépítések, vagy csak a TAO-ból finanszírozott, vagy álfinanszírozott. Na de olyan stadion is van, amit TAO-ból finanszíroztak, vagy részben TAO-ból finanszíroztak. Nyilván utatunkás képzést céloz, mert persze, csak azt lehet. Persze, én nagyon-nagyon régóta várom már annak az első állampolgárnak a jelentkezését, aki nekem őszintén elmondja azt, hogy például 100 milliárd forintból építünk egy új nemzeti stadiont, az neki miért jó, vagy hogy például egy 1800 fős falu, nem mellesleg a miniszterelnökünk szülőfaluja, meg az a falu, ahol fölnőtt, miért kap most már a számításaink szerint közel 20 milliárd forint közpénzt a falu labdarúgására, szóval ezek azért elég kétes dolgok. Ez a 450 milliárd forint egyébként egy csomó olyan dologra válasz, ami az előző interjúban kérdésként vagy kritikaként elhangzott. Ott én felhoztam a 170 milliárdot, ami a vizes VB-re megy, ugye 30 milliárdot talált az index.hu a ma reggeli cikkében, egészen furcsa módon wifi rendszer kiépítésére, digitális televíziós technika beszerzésére, azt gondolná az ember, hogy ez nem a vizes VB problémája, hanem mondjuk a közvetítést vállaló MTVA-é, és számtalan ilyen tétel van orosz és azeri szálakkal. Erről mit gondol? Micsoda véletlen. Az orosz és azeri szálak az ilyen informatikai jellegű dolgoknál egy kicsit az én ízlésemhez képest gyakran keverednek elő. Ugye orosz szál volt a úgynevezett nemzeti konzultáció online felülete mögött, ahol valamilyen módon felhasználók adatait gyűjtötték, vagy hát gyűjthették volna, hogyha nem lövik le az egész projektet. Orosz szál van ebben is, orosz szál van jó pár másik dologban is. Én számomra ez nem annyira szimpatikus. Az azeri technológiai vonal az nekem új. Utána fogok nézni, erre nem készültem, tehát megmondom őszintén. Ez eddig nem tűnt fel, de most már tudjuk ezt is, hogy ez is itt van a nyakunkon. TGM, Tamás Gáspár Miklós biztos olvasta, megtalálta a kormányváltás receptjét a mai napra. Mindenki hátra marad, az MSZP. Gondolom ez önnek szimpatikus. Hát következő van ezzel kapcsolatban. Én olvastam ezt a viszonylag hosszú véleményt ma az interneten, és a szocialista politikusként az emberben van némi görcs, amikor TGM-et olvas, mert azért ő nem vádolható azzal, hogy nekünk olyan nagyon nagy feltétel nélküli barátunk lenne. De olvastam, és csak nem jött a kritika, vagy nem a kivégzés, és a végén meg vége lett a cikknek, és ott álltam egy olyan cikk után, ahol tulajdonképpen ő arra buzdítja a magyar lakosságot, hogy ha kormány szeretne váltani, akkor szavazzon a Magyar Szocialista Pártra és Botka Lászlóra. Én ezt érted, ő mit szól hozzá? Csatlakozom TGM-hez. Jé, milyen érdekes. De hát ez teljesen reménytelen. Tehát ugye TGM azt kérte, hogy mindenki vonuljon hátra, és adja fel 2018-as reményeit, vágyait. Most ha már eleganciával kezdtük, akkor maradjunk is ebben a keretben. Politikusként azt hiszem, hogy nekem nem elegáns nagyon mélyen elemezni egy közíró, közgondolkodónak a véleményét. Azt lehet, hogy nem, de a helyzetről mondjon már valamit. Ezekkel a kispártokkal, a sok kispárttal hogy állnak most? Hát nézze, azért egy idő után arra a mondásra elég nehezen tudunk mi, mint a baloldali ellenzék tényszerűen legerősebb pártja reagálni, hogy
Sziasztok MSZP, mi a harmadik 1%-os párt, egyáltalán nem akarunk veletek semmilyen módon együttműködni, semmilyen alapon, és mi majd egyedül leváltjuk Orbán Viktort és kormányát 8,5 vagy 10,5 hónap múlva. Tehát előbb-utóbb ez a helyzet kezelhetetlen lesz. A kormányváltáshoz mi egyértelmű az, hogy mit tudunk hozzátenni. Van egy olyan miniszterelnök jelöltünk, akinek a népszerűsége betegszik Orbán Viktor népszerűségével. Van egy olyan programunk, amely több millió ember aktuális problémáira kínál egyfajta megoldást, egy olyan megoldást, amely a mi baloldali szemléletünkben működne, és van 106 olyan egyéni képviselő jelöltünk, aki kész megmérkőzni helyi szinten a Fidesz jelöltjével. Emellett gyarapítjuk a szavazóbázisunkat, amely egyébként, hogyha visszanézzük az elmúlt egy-másfél-két évet, hát, hogy is mondjam, a plafont nem verte ki, de azért ott egy látványos, lassú, de biztos hónapra. A gyarapítsukra azért egy fél grimasszal válaszoltam, mert nagyon nem gyarapszik. Azt hiszem képernyőn volt az a fél grimasz, és azt hiszem az enyém is képernyőn van most, úgyhogy nem nagyon szeretnék grimaszolni, de az igazság az, hogy is mondjam, voltak ennél pessimistább becslések a Magyar Szocialista Párt népszerűségét illetően. Nem azt mondom, hogy nem lehetne jobb, mindig lehetne jobb, természetesen. Na de ez ma kevés. Viszont nem, ha vannak a választások. Ez így van. Viszont nem kezdődött még el rendesen az országos, az a választási kampány, nincsen olyan kampányhangulat, kimegyünk az utcára, akkor 10 emberből 9-nek szerintem fogalma nincs, hogy mikor vannak a választások. Ez a nyár őszig az a lassú, előkészítő fázisnak az időszaka. Most nekünk meg kell alapozni azt a politikai, illetve azt a kampány struktúrát, amivel majd jó, ott vannak a kicsik, az 1%-osok, akik nem akarnak. Most ők lehet, hogy együtt majd valamit, legalábbis úgy hírlik. De ott van a DK, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudnak. Hát az mi lesz? Egy választókerület, egy demokrata jelölt. Szerintünk ez a kormányváltás egyik receptje, amennyire én hallom, és amennyire én tudom, a DK-nak is ez az egyik receptje a kormányváltás felé. Én azt hiszem, hogy ebbe a minimum dologba semmilyen probléma nem lesz abban, hogy megegyezzünk a DK-ba. Hát úgy legyen, jó munkát, szép nyarat. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.